Csatlakozzon a Katonai Emlékparkban a Nemzeti Emlékhelyen ünnepélyes keretek között megnyílt az idei, immáron 11. emlékparki nyár programsorozat. Ebben az esztendőben több mint 80 rendezvény várja a látogatókat. Az ingyenesen látogatható összművészeti programsorozat koncertek mellett képzőművészeti kiállításokkal és hat történelmi témájú előadásokkal, irodalmi estekkel várják az érdeklődőket. Varga Tamás országgyűlési képviselő honvédelmi miniszter helyettes köszöntő gondolataiban hangsúlyozta, a múlt ismerete és tudása kiemelten fontos a mában és a jövőben is. Fontos visszatekinteni, mert kell valami, amiből erőt meríthetünk, hiszen ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor az egyén is, és a katona is, de az egész nemzet is elveszíti azokat a tájékozódási pontjait, ami fennmaradásához szükséges. Emlékeznünk kell tehát, hiszen a ma katonái a múlt hőseiből tudnak erőt meríteni. Ez az a biztos talapzat, amire ráállva tudják és értik, hogy mit vállalnak akkor, amikor életük feláldozásával is megvédik hazájukat. Rekordszámú késes mutatta be portékáit szombaton a Rácz utcában megrendezett 19. Tűzzel Vassal fesztiválon. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének hagyományos programján több mint 70 mesterember képviselte a késes és a kovás szakmákat. Voltak kézműves bemutatók, színpadi produkciók, népi gyermekjátékok, minőségi portékákat kínáló kézműves vásár, és megnyitották a látogatók előtt a szerb ortodox templomot is. A szervező Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke azt mondja, az utóbbi években újra növekszik a mesterséget űzők száma, és annak idején pont ezért indították el a programot. Felkaroltuk ezelőtt 19, vagyis 20 évvel ezelőtt a késes mesterséget, amelyik egy kihaló félbe mesterség volt. Nem képezte késeseket, késkészítőket, kovácsokat az országba. Igaz, hogy most se hivatalosan tört iskolarendszerbe, de azt látjuk, hogy az eltelt 20 év alatt a mesterség apáról fiúra száll. Családi programokkal, közös játékkal indult a vakáció a vízivárosban élők számára. A városrészben ugyanis minden évben megszervezik a kölyök juniálist, és idén sem volt ez másként. Színpadi programok, ugrálóvár és színes feladatok várták azokat, akik a Budai úti áruház parkolójába látogattak. Mosolyfesztivál. Víziváros önkormányzati képviselője azt mondja, így is lehetne hívni a rendezvényt, hiszen pont ezért hívják életre évről évre az Kulturális Egyesülettel együtt, hogy az itt élők közösségi élménnyel gazdagodhassanak. A legjobb út a gyerekeken keresztül vezet, mert ők élvezik, látszik rajtuk, hogy önfeledten adják is önmagukat. És valahogy ezt kéne eltanulni a felnőtteknek is, hogy egy kicsit próbálnak önmaguk lenni. Próbáljanak kisugározni azt a jóságot és azt a szeretetet, ami minden emberben bent van, csak elő kell csalogatni. És egy ilyen alkalom az a csalogatós, ez egy mosolyfesztivál tulajdonképpen.